Minden magyar polgárnak meg kell ismernie az alaptörvényt. Ezért egy országos sorozat részeként mutatják be jogállami kerekasztal beszélgetés keretében az alaptörvényt. Pécsre az Alkotmánybíróság elnöke dr. Juhász Imre is ellátogatott, ahol előadásában rámutatott, az alkotmány minden eleme a haladó magyar hagyományokra és a nemzeti értékekre épül. A jogállami kerekasztal körülbelül 10-11 éves múltra tekint vissza. Az alaptörvény hatályba lépése után jött az ötlet, mikor elég sok nemtelen támadás is érte az alaptörvényt, hogy egy picit próbáljuk meg elmondani szélesebb körben, hogy mit is jelent, úgy a részletszabályai, mint mondjuk az elvei az alaptörvénynek, és hogy ez egy picit fogyasztható legyen, ezért a kultúrával vegyítve ilyen kerekasztal jelleggel gondoltuk ki ezt a programsorozatot. A nemzeti hitvallást Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész olvasta fel. Isten áld meg a magyart! Nemzeti hitvallásunk. Mi, a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Az alaptörvény változik, úgy, ahogy a társadalom is változik, hangsúlyozta az Alkotmánybíróság elnöke. Ezekre a kihívásokra nem biztos, hogy az alapító atyának adott esetben gondolnia kellett volna. Tehát önmagában az, hogy van egy módosítás, én mindig jobbnak gondolom, hogyha az alkotmányozó hatalom módosít, mint hogyha más megoldásokat találunk erre. Mert azért a nagyvilágban van arra törekvés, hogy ne a tagállamok, és mondjuk alapszerződés módosítással adott esetben ne a törvényhozó, hanem mondjuk valamiféle új bírósági jogértelmezéssel történjenek meg áthangolások és átértelmezések. És azt gondolom, hogy mindig jobb, hogyha ez a törvényhozónál jár, tehát nyilván az alaptörvény esetében az alkotmányozó hatalomnál van. A jogállami kerekasztal a Pécsi Polgári Szalon Egyesület szervezésében érkezett Pécsre. Maga a témaválasztás az általában vagy megkeresésre történik, vagy pedig azokat az aktuális kérdéseket vetjük föl, amelyek akár magyar nemzet szintjén, akár országos szinten, vagy pedig helyi szinten lehetnek érdekesek. Ez nem sokára a helyi szintű érdeklődésbe is fog hajlani, amikor egy picit majd arról is fogunk beszélni, hogy merre és hogyan fog Pécs tovább haladni ebben az érdekes politikai helyzetben, de ez egy más kérdés lesz és más téma, de hamarosan ilyenekkel is fogunk jelentkezni. A rendezvény a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület közreműködésével valósult meg. A beszélgetésen részt vett az alelnök Tordáné dr. Petneházi Judit is. Az eseménynek a Magtár rendezvényház adott otthont. A jogállami kerekasztalról bővebben a Pannon Televízió közéleti magazin műsorában értesülhetnek nézőink.